Sziasztok! Ismét itt vagyunk, méghozzá egy egészen extra helyszínről. Azért jöttünk ide a Hungaroringre, most már kimondom, hogy kipróbáljuk itt ezt a gyönyörű Porsét. Ez egy 1979-es évjáratú 911-es Targa, szerintem gyönyörű autó ebbe a pezsgő színbe. Ritkaság is, ugye a Targa eleve nem egy annyira gyakori kivitel, ugye a kupé a gyakoribb. De miért is vagyunk itt? Azért, mert ezt az autót persze ki is visszük a pályára, mert föl fogjuk vinni a Hungaroring aszfalt szalagjára. Hát nem versenytempóban fogjuk megkergetni, de ez az autó itt lesz egy versenyen is, ugyanis július 12-e és 14-e között itt a Hungaroringen lesz a Hungaroring Classic rendezvény, ahol ilyen és ehhez hasonló, sőt még régebbi autók fognak versenyezni. Kicsit beszéljünk talán a Porsche-kről úgy általánosságban, mert nagyon szép autó, nagyon sportos autó, és nagyon érdekes, hogy honnan indult. Tehát talán ti is tudjátok, sokan hallották, hogy a Porsche tulajdonképpen a Volkswagen bogárnak köszönheti a születését. Még a háború előtt ugye kitűzték, hogy legyen egy népautó, tehát nagyon érdekes, hogy egy népautó hova tud fejlődni megfelelő mérnöki munka nyomán, és ebből a Porsche nagyon sokat a mai napig megtartott. Ugye, mi volt a Volkswagen bogárnak az alapja? Nagyon olcsó autót akartak, az akkori legnagyobb úr, ugye a kis bajszos úriember, Adolf névre hallgatott keresztnevén, ugye azt találta ki, hogy 1000 birodalmi márkából kell kihozni egy autót. Hát mindenki érzi, hogy ez nehéz, ez annyira nehéz volt már akkor is, hogy minden autógyár visszalépett a feladattól. De megszületett az autó egy léghűtéses farmotorral, méghozzá azért farmotorral, mert az ugye nagyon olcsóvá tette a gyártást. Ugye a váltót meg a motort egyesíteni tudták, egyből be tudták építeni az autóba, nem kellett azzal szórakozni, hogy előre a motort, kardán tengely, hátul egy hátsó híd, hanem sokkal gyorsabb lehetett a gyártás, és ezen az alapon indult el a Porsche. És ami nagyon érdekes, hogy ebből az indulásból borzasztó sok mindent megtartott mind a mai napig. Például ugye a bogár négyhengeres volt, a Porsche egészen a 911-es megszületéséig szintén négyhengeresek voltak, ez ugye 1963 volt, amikor a 911-es megszületett. 1963 őszén a frankfurti autókiállításra mutatták be az első 911-est. Eladó sorba igazából 64-be került, de már 6-hengeres boxer motorral, a korábbi 356-os Porschéhoz képest. Akkor ilyen adottság volt a léghűtés például. A léghűtést egészen 1998-ig megtartotta a Porsche, akkor cserélte le csak vízhűtésre. Ilyen például az, hogy ennek az autónak is torziós rugózása van. Ugye a torziós rugózás még eddig nem volt róla, hogy nagyon egyszerű rugófajta, hogy egy rudat kell elképzelni, amit a két végét úgy alakítják ki, hogy vagy négyszögesítik, vagy valamilyen olyan felületén képzel ki, bordázzák, hogy tekergetni lehessen, és maga a rúda tekergetése által fejt ki rugó hatást. Ebben elől hosszanti, hátul pedig keresztirányú ilyen torziós rugók vannak. Ezt egészen 1989-ig tartotta meg a Porsche, akkor tértek át arra, hogy elől McPherson rugózást alkalmazzanak. És ami még mindig megmaradt, ez a farmotoros felépítés, hogy hátul van a motor, leghátul nem középmotoros, nagyon fontos. Az az igazság, hogy a farmotornak azért számos előnye van. Aki úgy nézegeti a régebbi autókat, az tudja, hogy volt egy időszak, amikor borzasztó népszerű volt ez az elrendezés. Ugye tulajdonképpen a bogár hozta divatba, de utána nagyon sokan a Fiat követte, a Renault követte, a Skoda követte, ugye a Skoda nagyon sokáig kitartott a farmotoros elrendezésnél, de különösen sportautóknál azért nagyon jó ez a megoldás, mert leterheljük vele a hátsó tengelyt, tehát például amikor gyorsítani akarunk, az autók ugye a tehetetlenség miatt hátra billennek egy kicsit, ágaskodnak, persze ennek lehet ellen futóművel lehet ellen tartani, egy csomó megoldással, futóműhangolással és futómű geometriával is lehet ellen tartani, de alapvetően ugye hátra billennek, az első tengely elkönnyebbül, és aki ott akar erőt átvinni, ennek korlátai vannak, míg a hátsó kerékhajtásnál, pláne ha még ott van a motorváltó is, ugye egy plusz leterhelés jelenik meg rajta, ami még tovább növeli az átvihető erőt, tehát még jobban tudok az autóval gyorsítani. Egyébként ezt, hogy ez hogy működik akár a hétköznapokban is, az ott látszik nagyon, amikor például egy havas emelkedőn kell fölhajtani egy első kerékhajtású ormotoros autóval. Lehet, hogy nem fog sikerülni arra az emelkedőre fölhajtani, és ekkor az ügyesebbek, vagy akik már jártasabbak a dologban, tudják, hogy ha megfordulnak az autóval, és elkezdenek tolatni,
akkor esetleg akkor több esélyük van följutni az emelkedőre. A másik ilyen kérdés a léghűtés, hogy miért ragaszkodott a Porsche annyira a léghűtéshez. Hát ennek több oka volt, de én mondanék egyet, hogy ha farmotoros autóról beszélünk, és ugye ilyen volt a 850-es Fiat, beszéltünk a Skodáról is, általában úgy oldották meg a mérnökök abban az időben, meg a 600-as Fiatnál is, hogy a hűtőt beépítették hátulra, egyébként például a harckocsiknál van hasonló megoldás, beépítették hátra a hűtőt, ugye hátra az egész vízkört, vízpumpástól, mindenestül, majd mivel hátul ugye nem kap levegőt a hűtő, hiszen az csak elől kaphatna az autó orrán, ezért be kell tenni egy hatalmas ventilátort. Hát sajnos pont a Porsche-nál nem tudom, de a 850-es Fiatnál közel 10%-ot vesz le ennek a ventilátornak a hajtása. Na most, ha mindenképpen beteszek egy ventilátort, ami egyébként olyan szempontból jó, hogy ugye a ventilátor hajtása arányos, össze van kötve a főtengellyel, arányos a fordulatszámmal, tehát mindig ugyanolyan, olyan a motor fordulattal arányos hűtést biztosít, és nem a sebességgel arányosat, amit ugye sokszor megszenvednek az autók, amikor hegyre mennek föl lassan, alacsony fokozatban a motor közben pörög. Tehát ilyen szempontból nem rossz a egyik megoldás, tehát a farmotornál ez a ventilátoros megoldás. De én oda térnék vissza, hogy ha már úgyis teszek be hátra egy ventilátort, akkor minek közvetlenül a motort hűtsem, farmotoroz akkor is kéne ventilátor, ha itt egy vízhűtő lenne, csak akkor még rájön a vízkörnek a súlya, a vízhűtőnek a súlya, mindennek a súlya, itt csak ez az egy ventilátor fújja a motorra levegőt, ez hűti. A léghűtéses motorokat nagyon könnyű úgy tuningolni, hogy minél nagyobb átmérőjű, belső átmérőjű furatú hengereket teszek rá. Tehát a Porsche is rendszeresen úgy növelte pont a 70-es években a motorjainak a lökettérfogatát, hogy a löketen nem változtatott, a 6 hengeres boxer főtengely az maradt ugyanaz, viszont a hengereket cserélgett, és így nőtt a lökettérfogat 2,4, 2,7, illetve a végén 3 literre. Egyébként ez az autó pont egy 3 literes, ugye 1979-ben már ez volt itt rajta, és már az a jelző, hogy ez 911 SC széria. Ez ugye egy 3 literes szívómotor, 95 mm-es furattal, ennek már 95 mm-es furata volt ugye a 3 literhez. A furata viszont, a lökete viszont csak 70,4 mm, tehát egy nagyon rövid löket, tehát 95 mm-es furathoz egy 70,4 mm-es löket van. A motor 180 lóerős 5500-as fordulaton, a nyomatéka, hát mivel szívó motor, ez ugye nem turbó, nagyon fontos, volt a Porsche-nak turbója, de ez nem a turbomotor, szívó motor, 4200-nál jelentkezik a 265 Nm-es nyomaték, majd amikor megyünk vele, akkor remélem, hogy ez érdekes lesz, hogy hogyan is adja le ezt a nyomatékot, tényleg csak ott nagy fordulaton jelentkezik-e, mert például a turbóknál is érdekes, hogy ma ugye azt szoktuk meg a turbós autóknak, nagyon kis fordulaton adnak le nagy nyomatékot. Tehát például ennek a 265 Nm-es nyomatékát, az ugye egy 3 literes szívómotor, ma egy 1.6-os kis 4 hengeres turbomotor is tudja, méghozzá már 1400-as fordulaton, nem 4002-n. De visszatérve a Porsche 911-es turbóhoz, abból a korszakból, azt a nyomatékát, a 3 literes az azt hiszem 343 Nm volt, a 3.2-es, az 430 Nm tudott, de mind a kettő ilyen 4000 körüli fordulaton, tehát majdnem olyan fordulaton, mint a szívómotor. Úgyhogy én nem is tudom, hogy szeretnék egy ilyen turbomotort. Az igazság, hogy én nem vezettem, nem találkoztam ilyen autóval. Ez lesz tulajdonképpen a legöregebb 911-es, amit én vezetek. Minden esetre érdekes tapasztalat lesz. Tehát a turbóról, akik vezették azt a régi turbót, azok mind azt mondták, hogy eléggé hirtelen haragú, tehát turbójukra kell számítani, utána viszont megjön a nagy nyomaték, és akkor nagyon szakít az autó. Ez egy nagyon jó érzés tulajdonképpen, amikor így hirtelen megjön az erő, mert úgy hátba vágja az ember, tehát amikor egyenesbe gyorsítunk, ez jó, de azért tudni kell kezelni. Mert ugye a másik probléma ugye a Porsche-kkal, amit tudni kell, amiket fölróttak nekik, hogy pont a farmotoros elrendezésből ugye kifolyólag kanyarban, ugye amikor fordul az autó, akkor ha ott valami bizonytalanság keletkezik, tehát például túl nagy gázt ad valaki, tehát valahogy csökken a tapadás hátul, akkor ugye hajlamos megpördülni. A Porsche nagyon sokat tett ennek a kivédésére, próbált azt, hogy az olajtartályt előre telepítette, ahol volt egy kis malőr ebből, mert csináltak neki egy betöltő nyílást az autó oldalán, ugyanúgy, mint a benzintanksapkának, és sajnos egyes benzinkutakon ott az olajtartályba tettek benzint, úgyhogy erről gyorsan leszoktak, pedig ezzel, ha jól emlékszem, 8,5 kilót sikerült volna előre csoportosítani,
de ilyen trükk különben az is, hogy az első-hátsó kerekeknek a szélessége különböző, ugye a hátsó szélesebb, hogy még jobb tapadást adjon. Itt érdemes egy kicsit visszamenni a fizika órára talán, amit ha úgy tetszik meghazudtolnék, de azért ez nem meghazudtolás a fizikának. Ugye ott azt tanították, hogy a tapadás, a surlódó, meg a csúszó tapadás is, az semmi mástól nem függ, csak a nyomóerőtől, tehát hogy mekkora erő terheli, vagy súly terheli azt a surlódó szerkezetet, jelen esetben a kereket, és mekkora a tapadási tényező, a surlódási tényező, a mű. Na most ez gumira nem igaz, ugye tudni kell, hogy a gumi az egy viszonylag puha valami, az aszfalt pedig érdes, tehát tudni kell, hogy itt igenis nagyon komoly szerepe van a felületnek, hogy mekkora felületen tapad a gumi, mert gyakorlatilag úgy, mint a, hát talán még a fogas kerékhez lehet hasonlítani, így egymásba kapaszkodik a gumi, ezért lehet a lenyomó erőnél még nagyobb oldalerőket is átvinni megfelelő gumival, és ezért számít a gumi szélessége, ezért van az, amit ugye a Forma 1-es autókon is látunk, hogy a hátsó abroncsok sokkal szélesebbek, mint az elsők, ezzel stabilizálják ugye az autót, így jön ki az autónak az egyensúlya. Itt még annyit lehet mondani az autó egyensúlyáról szólva, hogy a legjobb, amit így elméletileg mondanak, az ugye a középmotor, ugye mert ott az a lényeg, hogy a középmotoros elrendezésnél, ahol a motor a tengely előtt van, és ugye utána, tehát a hátsó tengely előtt van, és utána jön a váltó, ott ugye a motor már nagyon-nagyon közel van a kocsinak a teljes súlypontjához, ami főleg akkor jön ki előnyként, ha például egy szerpentinen vagy szlalomban kell haladni, és hirtelen irányváltások vannak. Ugye mindenki tudja, hogy például ha van egy rúd, és arra kiteszek két súlyt, ugye mondjuk ez legyen az autónak az egyik az eleje, ahol a motor van, a másik meg például a transzaxiál ellenőrzésnél a váltó, meg egyáltalán, vagy egy hátsó kerékhajtásos autónál ott van a differenciálmű, meg a végáttétel, a BMW oda teszi, pont azért, hogy az 50%-os súly egyensúlyt kövesse, oda teszi például az akkumulátort is, ami ugye 20 kg sok esetben, vagy még annál is több. Ugye egy ilyen rudat, ha például a közepénél akarok forgatni, így oda-vissza, nem olyan egyszerű, mintha megfogok egy ugyanakkora súlyt, és csak így forgatom, mint egy golyót. Mert kb. Ezt tudja a középmotoros autó, és ezt tudja az az autó, ahol nem, nincs középre koncentrálva a tömeg. De bizonyos megoldásokkal itt van az, amit a mérnökök azóta ezen dolgoznak, és nagyon sokat dolgoztak rajta, és elérték, hogy azért sokban sikerült ezt ellensúlyozni futómű geometriával, és a gumik megválasztásával, és egyáltalán például a stabilizátorok beállításával, valamint a lengéscsillapítókkal, rugókkal. Jó, szépen dolog. Szép 800 az alapjárat, szép. Nagyon kemény a kuplunk. Ugye 265 Nm-t kell átvinni, a váltó is elég kemény, férfias darab. De könnyű megtalálni a fokozatokat, minden a helyén van. Főleg a fordulatszámmérő van a helyén, ugye ez Porsche jellegzetesség, hogy középen egy nagy fordulatszámmérőnk van, nem a sebességmérő van középen. Nincs egy picit se félretolva, pont szemben van velünk a fordulatszámmérő. Látszik, hogy a piros zóna 6000 fölött kezdődik. 6500 fölött, de mint talán mondtam, 5500-as fordulatnál adja le a legnagyobb teljesítményét, a 180 lóerőt, ez a 3 literes, 6 hengeres, léghűtéses boxermotor, kicsit jobbra a sebességmérő, 250-ig órázva, a végsebessége ennek az autónak egyébként 225, de műszaki ínyenceknek szól a többi műszer, mert szinte minden műszerünk van, ugye van egy óránk is, de hát az kit érdekel, ebben az autóban az idő megszűnik létezni, van viszont olajhőmérséklet, olajnyomás mérőnk, és természetesen benzin színmérőnk is, de hát ami nagy újdonság és nagy eltérés a többi autótól, hogy nem csak olajnyomás lámpánk van, hanem olajnyomás mérőműszerünk is van, és olajhőmérsékletünk is van, mert ugye ezt a motort igazából csak akkor illik kergetni, ha már meleg az olaj. Tehát nem is annyira. Igazából pedig van ugye motorhőmérséklet mérő is, de az igazi, az ilyen autókban, sportkocsikban mindig az olajhőmérsékletnek a meglevés, az, hogy az olaj már könnyen tudjon áramolni, rendes legyen az olajnyomás. Ezzel nagyon meghosszabbítható a motor élettartama. Hát sőt, van olyan motor, ami kimondottan rosszul viseli
azt, hogyha nem így használják, ha nem várják meg, amíg eléri az üzemi hőmérsékletet, nagyon gyorsan tönkre mennek. Úgyhogy ez teljesen szervótlan, egy fogaslécces kormánymű, nagyon jól érezhető a kormány. Ahogy a sebesség nő, már nem kell akkora erő, de álló helyzetben, tehát őszintén szóval városba nem szívesen parkolásznék vele, mert leszakadna a kezem, mire hogy abba a lépés tempóba bejátszanám az autót mindig a parkoló autók közé. De itt menni nagy élmény vele, szerintem borzasztó nagy élmény lenne vele menni a Mátra kanyargós útjain. Talán mondtam, hogy a fékpedál is elég kemény. Kicsit begyorsítunk, nem nagyon. De fogja az autót, ami ugye részben annak köszönhető, hogy alig 1160 kg az autónak a súlya, ami nagyon kevés, figyelembe véve, hogy ugye egy 6 hengeres, 3 literes motor van benne, igaz, hogy az alumínium motor, tudni kell, ez egy full alumínium motor. A Porsche mindig nagyon adott a súlycsökkentésre. Én emlékszem arra, amikor még azzal reklámozták magukat, hogy még a sluszkulcsból is leforagtak 5 grammot, hogy annyival is könnyebb legyen az autó. Ja, ami sluszkulcsról jut eszembe, ami fontos, hogy bal oldalon van. Ugye a legtöbb autóban megszoktuk, hogy jobb oldalon van. De nagyon izgalmas egy ilyen autót vezetni, ahol minden igazi. Az ember nem különböző potmétereket nyomogat, nem megforgatgat, nem különböző szervókat nyomogat, hanem minden direkt van a kormány, közvetlen összefüggésben van a fogasléccel, abszolút közvetlen az érmény a kerék alatt, mindent érezni lehet, kicsit nehéz, de minden igazi. Igazi és valódi. Abban én annak örültem, hogy itt duruzsol mögöttem ez a motor, aminek csodálatos és teljesen karakteres, teljesen egyedi hangja van, tehát hallatszik rajta a 6 hengeresség, de a boxerség is, a léghűtés is, hát ilyen ugye nem nagyon van. És ami nagyon furcsa egy új autóból beülve, hogy minden kezelő elem, a váltó, az összes pedál, még a gázpedál is elég kemény, tehát úgy rácsodálkozik az ember, úgyhogy nem csodálkozom azokon, akik beülnek és egyből lefullasztják, mert nem hiszik el, hogy akkor erővel kell nyomni a gázpedált, hogy azt a kis fordulatszám emelést megoldjuk, hogy utána szépen a kuplungot ráengedve elinduljon az autó. De nagyon szépen lehet ezzel együtt finoman is vezetni, hát kicombosodik közbe az ember. Hogy mondjam, fájó szívvel búcsút kell vennünk ettől az autótól, de nem kell mindenkinek búcsút vennie tőle, ezt szeretném még elmondani. Élőben lehet vele találkozni, őt magát meg lehet nézni, hogy néz ki. Talán még bele is lehet ülni, ha ott lesz a tulajdonos éppen akkor, amikor valaki odatéved. Mert ugye ez az autó itt lesz július 12-e és július 14-e között a Hungaroring Classic rendezvénysorozatán, ahol sok-sok régi autó fog egyrészt versenyezni kinn a pályán, lesznek Ferrarik, lesznek Lamborghinik, lesznek Ford Caprik, átalakított Ford Caprik, igazi versenyautók, Lolák, mindenfélék, Porsche-k is, de nagyon fontos, hogy lesznek klubrendezvények is, több mint 1000 veterán autót várnak ide, köztük ezt is, és még sok mást. Komplett klubok fognak kivonulni, Merci klub, Mini klub, sok-sok autóval, mindenki nagyon boldog, hogy megmutathatja az autóját. Tehát aki erre kíváncsi, jöjjön ki július 12-e és 14-e között ide a Hungaroringre, és nézze meg őket. Ráadásul ez egy családi program, aki eddig kim volt, mindenki csak dicsért, hogy mennyi mindent tudott itt a család többi tagja is megnézni. Ha tetszett, iratkozzatok fel, ha az autó tetszett, gyertek el, nézzétek meg élőben. Köszönöm, hogy megnéztétek!